Kedves nézőink, nemrégiben azt elemeztük, hogy miért is olyan fontos a világgazdaság számára ez a görög helyzet, illetve a görög gazdaságnak hogy lehet ekkora nagy hatása a világra. Most a görög választások eredményének a tudatában azt fogjuk elemezni, hogy mi várható az elkövetkezendő időkben. Amint tudják, a görög választásoknak az eredménye az nagyon kedvező lett az euró, illetve az Európai Unió számára, és így a világgazdaság számára is. A választásokat megelőző néhány napban már mindenféle vészforgatókönyv készült, a fejlett világ nagy bankjai, központi bankjai összefogtak például, hogyha egy csőd következne be, illetve pánik törne ki a világon, akkor ők megnövekedett likviditást tudnának biztosítani a világpiacainak, így csökkentve ennek a hatását. Szerencsére ez nem következett be, éppen azért, mert a görögök szerencsére olyan pártoknak juttatták a kormányrudat, amelyek erősen és konzekvensen az euró mellett fognak síkra szállni. Ez azt is jelenti, hogy ezek a pártok elfogadják azokat a megszorító intézkedéseket, amelyekkel együtt jár az a pénzösszeg, amelyeket az Európai Unió már adott, illetve elkötelezte magát ezek mellett. Amint tudják, a konzervatívok győztek, és ezek ők készek összefogni a szocialistákkal. Ennek megfelelően ez a két párt valószínűleg egy olyan 160 helyes többséget fog szerezni a 300 tagú parlamentben. A görög választási rendszernek az az egyik sajátsága, hogy a győztes párt az kap 50 plusz mandátumot, hát így kerekedett ki ez a 160-as szám nagyjából. Amennyiben ez megvalósul, akkor a helyzet továbbra is valószínűleg viszonylag nyugodt lesz a világpiacon. A tőzsdék viszonylag nyugodtan reagáltak az eredményre, elgondolni is rossz, mi lett volna ennek az ellenkező kimenetelnek a hatása. Na most ezzel együtt, hogy egy ilyen viszonylag csendes kimenetel lett ennek a dolognak, és reméljük ez így is fog folytatódni, ezzel együtt semmi nem oldódott meg. Ez két ok miatt is így van. Egyrészt az euró alap problémája, mégpedig az, hogy a peremországok és a központi országok, mint például Németország közti versenyképesség különbség, az ugyanúgy fennáll. Ezt valahogy meg kell oldani. Különféle számítások szerint eddig a versenyképesség különbség miatt Németországot körülbelül 1000 milliárd eurós előny érte, és nyilván a peremországokat ugyanekkor a hátrány. Ez különféle megszorítási csomagokkal, mint ami most is Örökország elleni érvényben van, lehet jobbá tenni, de végleges megoldást az csak a versenyképesség fokozása, illetve a növekedésbe indítása hozhat. A másik alapprobléma pedig az, hogy a görög belpolitikai helyzet az a továbbiakban is nagyon forrongó lesz, legalábbis így várható. Ez amiatt van, hogy ugye a radikálisok, akik a második helyet szerezték meg a választásokon, győzelmi himnuszokat zengtek arról, hogy a görög nép ezzel a szavazással szerintük elutasította a megszorító csomagokat. Tehát ők ugyan hivatalosan tudomásul vették a választásoknak a végeredményét, úgy néz ki, hogy tovább fogják folytatni tiltakozásukat, óriási tüntetéseket fognak szervezni, és óriási sztrájkok várhatók az országban.